felkobzott Batthyány birtokon az osztrák vezetés célul tűzött ki egy tenyésztési programot, aminek az volt a lényege, hogy a monarchia katonatisztjeit ellássa elegáns, tiszti hátas lovakkal. Összehoztak ott olyan másfél száz vegyes származású lovat. Mondanám, hogy félvér lovat, de még perseron hidegvérű lovak is voltak. És hát a kitenyésztés receptje az úgy szólt, hogy a megszületett pancacsikókra telivérmén után mindig telivérméneket raktak, elérkezett 8-10-12 generáció, és genetikájával létrejött egy telivérfajta, ezt a európai whitefülű, whiteszemű lótenyésztők azt mondták, hogy az illegális telivért megcsinálták Kisbéren. Hát ez a kisbéri félvérnek a kiindulási alapja és a eredője. Szép nap szerecsen tetszenek előlátni, Kósa Tünde Tiszaszalkáról a tenyésztője, mezőgazdasági szakigazgatási hivatal a tulajdonos, a kiállítója pedig Szaploncai László Fehérgyarmatról. A szép lap 18-as törzsnén az apja, és egy merengő 2-es törzsnén utáni Holló nevű kanca szerecsennek az anyja. A szép lap vonal az egy frakéneni szép lap néntől ered, egy igen eredményesen működő, a fajtában igen eredményesen működő. Lovakat adott ez a vonal, mint szép fiú, szép lány, akik a római olimpia résztvevői, várományosai voltak, aztán különböző problémák miatt hát nem sikerült a reményeket beváltani. Rakéta Rokkót tetszenek látni ennek a gyönyörű sárga ménnek a személyébe, 1999-ben született. Galamos János a kiállítója és a tenyésztője, és a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal a tulajdonos. Rakéta 4-es törzsmén után, és egy formás 3 Fanni az anyai oldala, formás és egy trakéneni származású mém volt. Rokkó után Tájfunt tetszenek látni, az a elegáns pejmén. Tájfun egy orosz trakéneninek a fia, és a fajta egyik legjobb kancának, imamalom Irisnek, egy magas vérbe tenyésztett félvér kancának a fia. Majd egy gyönyörű szürke lovat tetszenek látni, Windsor személyében Cservenyák József, a tenyésztő, a kiállító és a tulajdonos, apja cenzor, anyja Bakucz Vihar, és hát itt el kell mondani, hogy hatalmas egyéni teljesítménnyel bíró lovat tetszenek látni. Az apai oldalon cenzor, apja egy Cordelabrier nevezetű Selle Francais mén, amelyik a modern sportoló tenyésztésbe az évszázad ménye címet kiérdemelte, és Holstein teljesítmény lovainak tömegét ontotta, míg élt Cordelabrier. Tehát a fajta, a kisbéri fajta rendelkezik olyan modern telivérhátterű genetikával, amelyek egyéb fajtákat a csillagos égbe juttattak teljesítményt illetően. Székla Kolga következik Windsor után. Rencsény József Kálmán házáról a tenyésztő, a kiállító, a tulajdonos, Széklap 16 szenátor az apja, és Szikrázó 323 remény az anyja. Olga után következik Ozora Afrodité. Erdélyi Lóránt tenyésztette, a Magyar Rótenyésztés Segítő Non-Profit Kft. A tulajdonos és az Ecsedménes Kft. A kiállítója. Az apja Verőce Maros Ozor Árvácska 82, anyja Atosz Jutka, egy trakéneni mém után, és a harmadik remóra, arra az Ozor Árvácskára van rokon tenyésztve az egyed, amely megint magyar vonatkozásba nemzetközi mércével mérhető teljesítmény lovakat produkált. Hidrán fajtába,
Tehát ezek a kisbéri félvérekek szeretnek minden maguk alá gyűrni, és elfeledkezve néha sok mindenről bátran hirdetik, hogy ez az új törzs, ám legyen, használják ezt. Eredményes lehet magában a kisbéri félvérbe, de ha a vidrámosok vissza akarnak nyúlni, ők se járnak rosszul ezzel a törzsel, ezzel a vonallal. A szép fej kanca a sárga után ígéret, kimona, Füri József Pátkáról a tenyésztője, 1996-ban született, és Szűcs Imre a kiállítója és a tulajdonosa Debrecenből. Egy ígéret nevezetű, magas vérbe tenyésztett holland modern sportó az apja, és fiú 6-7 orsolya az aljózásának fiú orsolyáról kell tudni azt, hogy a fajtába számos ményt adott, tehát egy olyan jól és jót örökítő kanca, amelyiknek a megőrzésére, a kanca család megőrzésére, tehát különleges gonddal kell figyelmet fordítani. És a sort egy gyönyörű szürke kanca zárja, Kata 341, dr. Szabó Lajos tenyésztőtársunk Hódmezővásárhelyről a kanca kiállítója, tulajdonosa, tenyésztője. Apja 2712, Hódmezővásárhely 136, anyja Kati, Gazal 7 egyután. Hát ez a Gazal 7 már ugye a sági arab fajtánál is meg lett említve, és a szürke színt innen hozza, és hogyha rátetszenek nézni úgy habitusába a sági arab kontúrok, a sági arab megjelenés az nem tagadható le. Hát jól összerakva, ilyen jó lovakat tudni produkálni. És hát azt is el kell mondani, hogy mondjuk a Szabó Lajos doktor tenyészetéből származott olyan fogatló, ami egyes fogatolásban igen előkelő helyeket foglal el sorozatosan nemzetközi megmérettetés alkalmával olasz színekbe, és akkor azt mondom, hogy ha ilyen lovak kikerülnek és más kezekbe kerülnek és bizalmat kapnak, bizalmat élveznek, akkor a legjobbak közé tudnak bekerülni. A rajtunk embereken a sor, hogy ezt a bizalmat adjuk meg. Gyújjunk avatottan ezekhez a lovakhoz, nem kell szégyenkezni. Köszönöm szépen, és akkor így ügetésbe tessenek nézni Rinsdornak ezt a csodálatos mozgását. Tessenek nézni száron vezetve is, tehát kézen vezetve is száron megy a ló. Jó, köszönöm szépen. És ugye van egy, a lótenyésztésben is van egy globalizált világ, a modern sport lótenyésztés.